Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják. Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. A szeretet íze. Közösségi program Tolnán. Ünnepség. A vándorló szépkurak baráti köre karácsonyváróval készült az ünnepekre. Hatalmas siker. Spanyol szerzőművét mutatta be a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar. A tolnai és mösi polgárok számára rendezett Szeretet íze programot a Dunamenti Polgári Egyesület a Hősök terén Tolnán. Az eseményen zsíros kenyér, sütemények, babgulyás, forralt bor és tea várta a vendégeket. Az ételek, italok vásárlásával a Tolnai Háló Közalapítványt és a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét lehetett támogatni. Kocsítsatok még egyetet! Idén második alkalommal rendezték meg a Szeretet íze programot. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke és Tolna alpolgármestere elmondta, tavaly merült fel egy évvégi adventi program ötlete, ahol az emberek találkozhatnak, elköszönhetnek és átbeszélhetik az évet. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületét sütemény és zsíros kenyér, a Tolnai Háló Közalapítvány pedig forralt bor és tea vásárlásával lehetett támogatni. A szervezők babgulyással készültek a vendégeknek. A Dunamenti Polgári Egyesület pedig 2020 őszén alakult, kimondottan azzal a céllal, hogy közösségek részére programokat, rendezvényeket szervezzen, gyakorlatilag közösségépítő fő cél alakult az egyesületünk. Itt lakunk, itt élünk, egy közösséget alkotunk. Nyilván a mindennapokban mindenki azon ügyködik, azon dolgozik, hogy ellássa a feladatait, munkába járjon, nyilván szükséges ugye a családok fenntartása, de a civil élet az egy óriási lendületet tud adni egy-egy településnek, tartalommal tudja gyakorlatilag a településeket, a települések infrastruktúráját megtölteni, erre vállalkoztunk, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk, és egy ilyen közösségépítő, ilyen és hasonló közösségépítő programokat szervezzünk. Nagy várakozással tekintettünk az idei évi elé, mert nagyon jól sikerült a tavalyi, az is egy ilyen spontán ötletből, egy gyors megvalósítással született, és hasonlóan szerveztük idén is, ugyanazzal a tematikával, úgy gondoltuk, hogy alapvetően tényleg az advent jegyében, a béke, szeretet, hit és remény jegyében ez egy megnyugvás, egy békesség, gyakorlatilag arra hívjuk az embereket, hogy együtt legyünk egy pár órát, egy közös beszélgetés, sem zárjuk ezt az új évet, és utána nyilván mindenki visszavonul a családjába. Most is ez a várakozásunk, hogy nyilvános a program, hirdettük az online térben, hirdettük a médiában, mindenkit várunk szeretettel, közösen búcsúzzunk el az új évtől. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. A Tolnai Háló Közalapítvány 2005-ben alakult. Céljuk a hátrányos helyzetű emberek, csoportok támogatása. A forralt bor és tea mellett egy kiegészítő sátorral is készültek, ahol a gyerekek a télapóval találkozhattak. Szeretnénk mindenki számára szebbé tenni az ünnepet. Ezt a célt szolgálta a Tedd szebbé a karácsonyt elnevezésű programunk is, ami több civil szervezet összefogásával valósult meg, és hátrányos helyzetű gyerekek, családok számára tudtunk karácsonyi csomagokat összeállítani. A Tedd szebbé a karácsony programot egy jótékonysági átverés előzte meg, és ennek a jótékonysági átverésnek a bevételéből tudtuk ezeket a csomagokat összeállítani, és a rászorulók részére eljuttatni. Az alapítvány gyermekek számára szervez szabadidős programokat, kirándulásokat Budapestre, táborokat, játszóházakat. Nagyon szeretik a gyerekek ezeket a programokat, olyan helyekre igyekszünk el látogatni, ami amúgy nem biztos, hogy mindenki eljut. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesületében 63 család van jelen tagként. Az eseményen süteményt sütöttek és zsíros kenyeret készítettek. A befolyt összeggel gyermekek programjait szeretnék támogatni. Hát az egyesület már több mint 25 éves, 97 januárjában alakultunk, 63 család van jelenleg a körünkben, szinte minden hónapban programokat tartunk, kirándulások vannak, különböző rendezvények is részt veszünk a város, tehát az életében is. Szerintem egy városnak a szíve lelke a civil közösség. Tehát én szerintem civil közösség nélkül nem lehet élni, és nagyon nagy igény van arra, hogy legyen egy olyan csapat, egy olyan
közösség, ami azonos értékek mentén úgymond dolgozik, és én azt hiszem, hogy nálunk ezt mindenki magáévá teszi, és nagyon egy húron pendülünk ez ügyben. Tudjuk ugye, hogy advent az a készülődés, a várakozásnak az ideje, és talán itt egy kicsit úgy mindenki megpihen, egy kicsit több szeretet van a szívében, mint máskor, és hát ezt mindenképpen meg kell tanítanunk a gyerekeknek is. Tehát, hogyha nincs előttük példa, nincs, aki megtanítsa őket, és mi ezt szeretnénk átadni a mi gyerekeinknek is az Egyesületben. A szervezők célja a hagyományteremtés, így a jövő évben is szeretnék megrendezni az eseményt. A Vándorló Szépkurak baráti köre is megtartotta karácsonyvára ünnepségét immáron 5. alkalommal. Az eseményen a szervezet tagjai a kis rendezvényteremben gyűltek össze, hogy beszélgetéssel és közös ebéddel hangolódjanak az ünnepekre. Karácsony csendje! Karácsony éjjelén szárnyat növeszt a csend, és elindul a földre a jó emberekhez. Ünneplőbe öltözik a szív, a lélek, kigyulladnak lelkedben az ünnepi fények. Az esemény nyitásaként a tagok karácsonyi verseket szavaltak, és meggyújtották a 4 adventi gyertyát, melyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképezik. A feldíszített karácsonyfa Svédországból származik, felajánlás alapján került a baráti körhöz. Az alkalmat megelőzően a szervezet egy 170 kilós disznót is vágott, ebből készült el az ebéd. Ennek a további részét majd a jövő évi programokon, például a nőnapon és a farsangi bálon fogják hasznosítani. A csoportnak a létszáma 76 fő, és ebből most jelen pillanatban 72-en vagyunk itten, de vannak olyan, sajnos olyan csoporttársak, hogy betegséget jelentettek ebben megint a covidos időszakban, és én úgy gondoltam, hogy azokat az nem csoporttagokat, de akik szívesen jönnek velünk állandóan kirándulni a rendezvényeinkre, és most megtisztelem azzal, hogy a vándorlók családjának az évvégi, a szeretet ünnepére jöjjenek el, és itt vannak, együtt vagyunk, 72-en vagyunk itt ma. Egy nagyon-nagyon finom orjalevest csináltunk, utána lesz földhús sok-sok különböző szószokkal, mejszósz, almaszósz, paradicsomszósz, ezekkel fognak felszolgálni a földhúsok, és majd a főétel egy töltött káposzta, nem is káposzta, hanem galuska. Erdélyi receptet használunk évek óta, és ez fog lenni. Csoporttársak nagyon-nagyon aktívak voltak, nagyon-nagyon sok süteményt hoztak. Süteményezünk, desszertezünk. Zsinka János szerint az ünnepi időszakban az összetartozás különösen fontos. Egy családot teszek. Például a családapa akkor boldog, amikor meghívja az egész családját. Egész évben a család, akik vidéken laknak, haza-haza mennek, de igazán akkor, amikor van a karácsonyi ünnepség, a szeretet ünnepe, együtt van a család. A csoporttársaink egész éve megyünk kirándulni, megyünk sok-sok rendezvényre. Van, aki egyiken van ott, van, aki a másikon van ott, de igazán most vannak itt, most vannak a szeretet ünnepe. Én azt gondolom, hogy nem az ajándékba kell mérni a szeretetet, hanem azzal a személlyel, azzal a családtaggal érezteti kell a szeretetet, hogy odafigyelünk rá, gondoskodunk róla. Ha beteg, meglátogatjuk, hogy felhívjuk telefonon, kapcsolatot teremtünk vele, és érzi azt, hogy fontos a másik a számára. És ezen belül még van egy olyan nagyon jó dolgunk. Évekkel ezelőtt kitaláltuk azt, akinek van a névnapja, a születésnapja. Felhív, van a csoportnak az oldala, és a csoport oldalán mindenki megköszönt boldog névnapot, vagy boldog születésnapot. Érezze azt, hogy igenis fontos a csoportnak a számára. A csoport tagjai különböző változatos programokon, kirándulásokon vehetnek részt. Külön járunk, kirándulni járunk, az idén is voltunk. Kétszer voltunk Budapesten, egyszer voltunk a parlamentben, és ugyanazon a hétvégén meg elmentünk egy hajókirándulásra, elmentünk Szentendrére, megnéztük a skanzent, az volt az a két ilyen budapesti kirándulásunk, akkor volt egy, minden évben betervezünk egy napos kirándulást, elmegyünk környékbeli településekre.
most elvoltunk Bölcskének az értékeit. Olyan gyönyörű a kőgaléria, olyan gyönyörű, Magyarországon egyetlen egy település van, Bölcske, ahol még működik falusi mozi. Még el is be van tervezve, hogy egyszer a csoport elmegy egy közös filmnézésre. A jövő évben többek között a Murgai Majálisra és Siógárdra is mennek. A csoporttagok különböző ajándékokkal is készültek, melyeket tombola formájában sorsoltak ki egymás között. Volt, aki különböző kézileg barkácsolt tárgyakkal készült, mások ételeket és italokat hoztak. Felk Márton, a szervezet tagja és Murga polgármestere szerint az idősek számára a közösségi rendezvények fontosak, kiemelten azoknak, akik egyedül élnek. Baráti kör ez egy nagyon egy önszerveződő csoport, és hát nagyon sok programot készítenek, illetve rendeznek itt az évnek a folyamán. Egy összetartó gárda, nagyon jó itt köztük lenni, főleg az idősek véget is, ugye sok idős embernek ez az egyetlen egy olyan lehetősége, amikor ilyen közösségi rendezvények vannak, hogy végül jól érezzék magukat, és hát itt megtalálják azokat a számításokat, a hétköznapok egyedül léte után itt egy közösségbe tudnak összekovácsolódni, tehát hát egy közösségi szellembe gondolkodni ilyen téren. A csoport nagyon jól működik, mert különböző rendezvényeket, illetve hát nem csak kirándulásokat is szervez, és ilyenkor össze tudunk tartani. Nagyon jó példa erre, hogy itt ez a csoport ez minden évben ilyen meghitt körülmények között tartja ezt a rendezvényét. Tulajdonképpen ez talán a otthoni családi karácsonyra egy kis ráhangolódás, és ilyenkor úgy tényleg hát együtt vagyunk, együtt tudunk gondolkodni. Az eseményt a szokásokhoz híven a jövő évben is szeretnék megtartani. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán, az Antal Service Kft. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74 körzet 443-215. Folytatjuk a Telena magazint. Mondhatni, hogy a már megszokottak szerinti hatalmas sikert aratott a tolnai ifjúsági fúvószenekar a szokásos évvégi koncertjén. Most egy rövid ízelítőt mutatunk az előadásból.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!